Nem csak informálódni jöttek a bátaszéki gazdák arra a fórumra, amit minden évben megtart a település vezetése. A gazdálkodók tavaly is és idén is hozzájárultak a külterületi utak felújításához. Bátaszéken az önkormányzattal együtt fejlesztik az utakat, hogy könnyebben megközelíthetővé váljanak a földek. Bozsolik Róbert, bátaszék polgármestere azt mondja, tavaly 1,5 millió forintot fizettek be a gazdák az alapba, amit azonban nem költöttek el, így idén összesen 4 millió forint jut erre a célra. Ebben az esztendőben, bízva abban, hogy esetleg a gazdák ugyanebben a mértékben hozzájárulnak, plusz amit hátoztak maradványt, egy nagyobb mértékű felújítást lehetne végezni. Arra fogunk javaslatot tenni, hogy a Bonyhádi út és a úgynevezett Kakastanya közötti átkötő szilárdburkolati útnak a kátyúzását, javítását végezzük el majd ebből az összegből. A fórumon arról is szó volt, hogy új szabályok mentén lehet a földeket adni-venni egy januárban életbe lépett törvény értelmében. Itt is most már a kicsit a vevő vagy az elővásárlási jogosultnak így a kapcsolati rendszerét is vizsgálhatjuk. Vendég Edit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke kifejtette, a kamara területi szervei azt nézik, átláthatóak-e a birtokviszonyok, a vásárláson érvényesülnek-e a helyi gazdálkodói közösség érdekei, valamint azt, hogy a vevőnek és a családtagjaiknak mennyi földjük van a környéken. Ha valamit nem találnak rendben, megtagadhatják az újabb földvásárlását. Az Agrárkamarának az a feladata, hogy földforgalmi ügyekben, tehát az adásvételek kapcsán, a haszonvéletek azok nem tartoznak még ez alá az eljárás alá, olyan véleményt mondjanak, ami a helyi gazdálkodóknak az érdekeit képviseli. Tehát igazság szerint egy kis szubjektív szempont a törvénynek az objektív paragrafusai mellett. Fellebezni lehet a kamara döntése ellen, a bíróság ugyanakkor nem változtathatja meg azt, ehelyett csak azt mondhatja, hogy kezdődjön előről a teljes folyamat. A Magyarországi Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége és az MSZP korábban úgy fogalmazott, alkotmánysértő a földtörvény azon része, amely szerint a kamara családtagok személyes és vagyoni adatait is bekérheti. Úgy vélik, ez visszaélésekre adhat lehetőséget.